Sziasztok, srácok! A mostani podcast adásunkban egy különleges nézőnk lesz itt velünk, Török Ágoston, szia! Sziasztok, üdvözlök mindenkit! És itt van velünk Benedek is. Sziasztok! És akkor át is adom Benedeknek a szót, hogy eltegye az első kérdést. Az első kérdés az lenne, hogy honnan ismerted meg a kockázást, ezt a hobbit? Alapból egy barátom küldött nekem egy videót még annak idején, 2008-ban, amikor kirakott egy Rubik kockát, hát számomra akkor elképesztő sebességgel valami 14 vagy 16 másodperces kirakás lehetett, és korábban is láttam már nyilván életemben Rubik kockát, de ilyet még nem, hogy valaki versenyszinten csinálja, és elképesztően tetszett az, ahogy tudja forgatni. Tehát gyakorlatilag abban a pillanatban eldöntöttem, hogy na jó, hát ez, ezt nekem is meg kell tanulni, mert ez barom jól néz ki. Ez mondjuk eléggé, nekem is elég menőnek nézett ki egyébként elsőnek. Igen, ha az ember már benne van jobban, akkor nyilván tudja, hogy minden csak idő, meg gyakorlás kérdése, de, de hát azért laikusoknak ez elképesztően látványos szokott lenni elsőre. Igen, meg én is még annó egy villamoson láttam valakit kockázni, és hú, hát én ott úgy néztem, hogy hogy csinálja ezt. Lényegében ez volt az indulás, aztán Anyukám ki tudta rakni, mert ő még gyerekkorában megtanulta. Tehát megkértem, hogy tanítson meg, és az ilyen első kezdő technikát azt még tőle tanultam. Aztán szépen lassan magamtól nyilván a Friedrichet már. Hát, akkor felteszem a következő kis rövid kérdést: hogy ki inspirált, ki volt az, akire felnéztél? Hát amikor kezdő voltam, akkor Héja Norbert barátom, ő az a srác, akit most említettem, hogy egy videót küldött, ő akkoriban nagyjából az országban talán az ötödik vagy a hatodik legjobb kockás lehetett. És tőle is vettem aztán az első úgymond versenykockámat, bár még az is ilyen Rubik évfordulós kocka volt. Mm, tehát eleinte azt mondanám, hogy ő, aztán később, még mielőtt Felix Zemdegs az első világrekordját megrakta volna, már akkor feltöltött YouTube videót, amiben ilyen 8-as átlagot rakott, akkoriban a világrekord átlag még 10 volt, és hát teljesen ledöbbentett, hogy szub 10 átlagot lehet így konstansan rakni. Tehát amikor elment az első versenyére és megrakta azt a 9,1-es átlagát, hát onnantól kezdve ugye az egész világ figyelte már Felixnek a a pályafutását, és ő mindig nagy inspiráció volt nekem. Őt nagyon, nagyon követtem, és mindig azt gondoltam, hogy jó, hát ennél lejjebb már nem mehet a világrekord, mert olyan döbbenetes rekordok születtek, aztán mindig meghazudtolt, és mindig tudott valami újat előhúzni. Rátadom benne, hogy Igen, a következő kérdés az, hogy a kedvenc kategóriád, ami volt, vagy esetleg van, az mi? Hát főként azt mondanám, hogy a sima 3x3-as Rubik kocka, mert azért mégiscsak az az alap, de versenyen általában nagyobb sikerem volt a Pyraminx-ben, meg az egykezes kirakásban, mint a sima 3x3-as kocka kirakásban, de hogyha mégis, hogyha meg kellene mondanom, hogy mi így az általában a kedvencem, akkor azért azt mondanám, hogy a sima Rubik kocka. Akkor felteszem ezt a kérdést is, hogy Mit gondol YouTube csatornádról, hogy most mit tervezel jövőre, mi, hogy jutottál el ide igazából, van-e valami speciális történet? Hú, ez azért így hosszabb kérdés. Hát igen, kérdés. ez egy hosszú kérdés. Mondjuk egy válasz hogy akkor. Hát alapból úgy volt, hogy felraktam egy-két kirakásomról videót, de hát akkoriban nem indult még be a csatornám, hanem csak általában szerettem a hobbjaimról egy-két videót csinálni. Voltak elasztomániás, meg szvájnos, meg egyéb korábbi hobbjaimról is videóim, és akkor föltettem egy-két ilyet is. Igazából a nagy változást az 2013 hozta, amikor úgy feltűnt, hogy igazából senkinek nincsen olyan oktató videója, amiben számomra érthetően elmagyarázna a Friedrich-metódust magyarul. Bocsánat. Öm, tehát úgy gondoltam, hogy én leszek az első, aki csinálok egy ilyen videót, vagy hát megpróbálkozok vele. Nem tudtam akkor még, hogy ez jól fog-e sikerülni, vagy hogy egyáltalán milyen fogadtatása lesz. Csak én arra emlékszem, hogy amikor nekem meg kellett tanulnom a Friedrich-metódust, az, az bitang nehéz volt. Mert nem volt lényegében normális videó róla, egy-két angol nyelvű volt, de alig lehetett érteni azokat is. Leírásokból próbálkoztam ugye elsődlegesen megérteni az f 2 t de az nagyon nehéz. Tehát úgy, hogy csak ilyen ábrákat mutogatnak, meg, meg különböző jelölések, sokkal nehezebb, mint ha valaki el tudja magyarázni azt a párosítást, meg ízik hogy ezekre hogyan kell odafigyelni. Tehát megcsináltam ezt a videót, akkor megmondom őszintén, eleinte még izgultam is, hogy most ennek milyen lesz a fogadtatása. Féltem, hogy így le leszek húzva, hogy fú, ez nem sikerült annyira jól, de nagyon-nagyon-nagyon pozitívan fogadták az emberek. Tehát mindenki, vagy egy csomóan meg tudták tanulni belőle a Friedrich metódust. Ez nekem nagyon jó esett, tehát innentől kezdve meg elkezdtem komolyabban foglalkozni azzal, hogy csináljak több oktató videót, mert láttam, hogy van rá igény, és, 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 az embereknek általában tetszik az, amit így alkotni tudok. Akkor átadom a kérdést ezeknek. Ez a kérdés kicsit ez a, a jövődről szól, hogy ugye most valamilyen szinten visszatértél ugye a, a kockázáshoz, és hogy milyen terveid vannak jövőre, és hogy mégis hogyan, tudjuk, hogyan képzeljük el azt, hogy te most újra töltöttél fel ugye egy-két videót is, hogy ez hogyan van. Igen, egy kicsit ez is bonyolultabb kérdés, mert én sem tudom teljesen biztosan rá a választ. Azt tudom, hogy én soha nem kényszerítem magamat arra, hogy videózzak. Tehát, hogyha nekem nincs kedvem videót csinálni, akkor nem fogok kényszerből csinálni. És volt is most ugye egy majdnem két éves szünet ebben, mert hogy elsődlegesen a Rocket league foglalkoztam, és nem annyira a Rubik kockázással. A másik része a dolognak, hogy azért korábban nekem végül kialakult, hogy volt egy-két szponzorom, akik tudtak nekem kockákat küldeni bemutatásra, tehát emiatt folyamatosan volt alapanyag a videóhoz, hogy most mindig egy újabb kockát be tudtam mutatni. Most már nincsenek szponzoraim, tehát hogy a kérdés az, hogy ugye hány kockát fogok én így magamnak megvenni, és hogy ezekről csinálok-e videót. Most az a tervem, hogy néhány kockát azért szeretnék bemutatni, mert most is vettem mondjuk egy új 3x3-as kockát, ami sok év után először ez lesz a mély nem, a holpáverem helyett. Tehát erről is azért mindenképpen szeretnék majd videót csinálni, de azt azért nem ígérem, hogy nagyon-nagyon sok videóm lesz, mert ezt tényleg nem tudom most így előre megmondani, hogy mennyire leszek benne ebben. És így a kockázással, tehát hogy mondjuk most így újra valamelyest leülsz kockázni? É, igen, meg hát januártól elkezdtem magántanítványokat fogadni és ezt nagyon szeretem is csinálni. Tehát emiatt is jöttem vissza egy kicsit újra a kockázásba, mert hát most azért heti szinten viszonylag sok órát foglalkozom Rubik kockázással, még ha nem is én gyakorlok, hanem tanítok másokat. Üm, és ez, 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 újra aktivizált igazából. Tehát ennek köszönhető az is, hogy például egy kis tanítványom megmutatta azt a versenykockát, amit most megvettem magamnak is, mert annyira tetszett, akkor volt a technológia beli ugrás, hogy rájöttem, hogy nekem is most nem muszáj új kockát vennem, mert az, ami eddig volt, az, az már nincsen a legjobbak között. Ez a két év sok idő, tehát ezért fejlődött az ipar. Igen, igen. Meglepő módon még mindig, Akkor feltennék még egy kérdést, hogy van-e esetleg másfajta hobbi, mint a kockázás? Nyilván ez egyik videódban mondtál, meséltél erről, de hogy lett-e új, vagy esetleg ugyanaz, vagy valami így történt-e? Igen, hát én úgy egész életemben én nagyon hobbi ember voltam, tehát mindig vannak állandó hobbiaim. Most jelenleg azt mondanám, hogy három van, ebből egy most már egyre kevésbé. Nagyon sok időt töltöttem az elmúlt hét évben a Star Wars The Old Republic nevű MMORPG játékkal. Aztán igazából ennek a helyére jött be nagyjából a Rocket League. Tehát most a Rocket league és a Rubik kockát mondanám hogy az első kettőnek. Most ezzel a kettővel töltök a legtöbb időt. Ja, mert akkor átadom a kérdést veledeknek. Igen, a nagy kérdés, hogy csirke hogyan van? <gül> Csip. <gül> Ö, nem tudom, még meg kell interjú volnom, de egy kicsit tartok tőle, hogy haragszik rám, amiért ennyi ideig nem volt videó, tehát most nem nagyon merek beszélgetni vele. Ez érthető. Rendben, akkor én viszont megkérdezek tőled még egy olyan kérdést, amit a mi Discord szervenünkre jött be. Mégpedig smopolustól, Ö, gondolkoztál már azon, hogy csinálsz egy saját Discord szervert! Szintén szóval nem. Még nem gondolkodtam rajta. Esetleg nem. majd valamikor a jövőben, de, de nem. Nem nagyon szoktam így külön Discordozni, tehát. Még, még nem volt ilyen tervem. És mostanában napi hány órát, vagy esetleg naponta, vagy milyen rendszerességgel szoktál kockázni? Uh -huh. Ö, azt mondanám, hogy azért mostanában megvan a napi átlag fél óra minimum. Tehát Na az amúgy egész jó egyébként. Igen, ahhoz képest, hogy jó, volt annak idején amikor elkezdtem, akkor mondjuk szerintem három óra is meg volt naponta, de most az elmúlt két évben ugye volt, hogy hetekig nem is nyújtam kockához, tehát most viszonylag ö, újra elkezdtem, igen. Uh -huh. És még egy kérdés, hogy sikerült-e befejezni ezeket a pszichológusi tanulmányaidat, amiket végeztél? Ö, igen, ö, nekem pszichológus diplomám van jelenleg, igen, és egy pszichológia határterületén levő munkáján dolgoztam majdnem négy évig. Igazából azért is van most több időm kockázni meg, mi egymást csinálni, mert az a projekt, amiben én dolgoztam, az, az tavaly októberben véget ért, és most még nem helyezkedtem el teljes munkaidős munkában azóta. És még egy ilyen kicsit úgymondosan záró kérdés hogy tudsz arról, hogy Magyarország kockás közösségének nagy része ismer, és sok dolgot tanult tőled. Szerencsére tudok róla, és igazából ez az, amire így a legbüszkébb vagyok. <laughs> Mármint, hogy ez hát nekem nagyon-nagyon sokat jelent, hogy, hogy tudom, hogy nagyon sokan tudtak tanulni tőlem, meg sok embernek tudtam segíteni. Ez mindig nagyon jó esik, amikor ezt, ezt megkapom visszajelzésnek. Rendben, Hát szerintem nagyon köszönjük ezt a kis... Hát most már ez eléggé rövidre sikeredett, mint az előző. De hogy még annyit szeretnék tőled kérdezni, hogy lenne valami bármi olyan dolog, amit szeretnél megosztani egyébként. Speciálisan. Most hirtelen nem jut eszembe semmi. <laughs> Jó, rendben. Akkor köszönjük, hogy itt voltál igazából. Én is köszönöm, hogy meghívtatok. Köszönjük. Inkább mi köszönjük. Akkor ennyi lett volna ez a videó. Köszönjük, hogy végignéztétek. Sziasztok. Sziasztok. Sziasztok.